Hozam című két hetente jelentkező gazdasági magazinunkat látják, köszöntöm Önöket, Gödrey Zoltán vagyok, tartsanak velünk! 1000 kilométernyi útszakasz újulhat meg 2021-ben országosan. Több mint 350 projektben összesen mintegy 190 milliárd forintot fordítanak útfelújításra idén, közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium. Tolna megyében 37 útszakaszt fejlesztenek, a beruházások mintegy 20 milliárd forintból valósulnak meg. Régi vágyuk válik valóra a tolnaiaknak hamarosan. Felújítják ugyanis a városon keresztül haladó legfontosabb, vagyis az 5112-es számú utat. Azonban nem ez az egyedüli útszakasz, amit hamarosan rendbe tesznek Tolna megyében. Jelenleg folyó munkák azok a Közép-Dunamenti térség fejlesztéshez kapcsolódnak. A 5112-es számú összekötőút, azaz a Dunaföldvár Bölcskemadocsa Paks, a 6232-es számú összekötőút a Paks Nagydorog Sárszentlőrinc, illetve az 5112-es számú út, a Dunaszentgyörgy Fad Tolna összekötő út van jelenleg munkaterülete alatt. Az előkészületi munkálatok már el is kezdődtek Tolnán, ám a téli időszakban tisztán kell tartani az utakat, így a közút úgy döntött, tavasszal adja vissza a területet a kivitelezőnek, akkor folytatódhat a munka. Ha az időjárás engedi, feltehetően március 15-ével a munkaterületeket a kivitelezőnek visszaadjuk, és folytatja a munkát, illetve a szerződés szerinti határidőre befejezi. Siolgárdon történt még egy munkaterület átadás, hiszen a korábbi években ott a bekötőút és a híd elkészítése, felújítása került, belterületi szakaszt kell felújítanunk, ott is a kivitelezőnek munkaterületet adtunk, de a téli tisztántartási feladatok ellátására visszavettünk, tavasszal visszaadjuk a munkaterületeket. Bece Szabolcs azt mondja, abból az 1000 kilométernyi útból, amit 2021-ben újítanak fel az országban, Tolna megyére is jut, nem is kevés szakasz rendbetétele zajlik majd az évben. A terveket mutatva a vezető azt mondja, nem minden forrás tisztázott, de az már most is látszik, hogy jelentős fejlesztés valósul meg idén. Tolna megyében a 2021-es évben reményeink szerint el fog indulni a Magyar Falu program keretében, illetve a Paks 2-höz kapcsolódó Közép-Dunamenti térség fejlesztésében a felújítási munkánk, illetve várjuk még a Szekszárd megyei jogú város TOP pályázatához kapcsolódó útfelújításokat, mintegy 37 darab útszakasz kerül felújításra. A Tolna megyei útfejlesztések megközelítőleg 20 milliárd forintba kerülnek majd. Országosan több mint 350 projektben, összesen mintegy 190 milliárd forintot fordítanak útfelújításra idén. A tervek szerint idén 300 kilométernyi útszakasz készül el országosan. 1,5 millió forintból tette rendbe a kéti önkormányzat az egykori általános iskola termeit és ebédlőjét annak érdekében, hogy ott megváltozott munkaképességűeket foglalkoztató üzem jöhessen létre. Az eszközök egy része megérkezett, egy csoportnyi ember megkezdte a szövéstvarrást. Az egészségkárosodott munkavállalók közül többen évek óta nem találtak maguknak munkát, ezért számukra szó szerint a túlélés záloga ez az üzem. Az itt elkészült lakástextíliák, munkaruhák állami vállalatokhoz, cégekhez kerülnek majd. Lábtörlőt szülnek a dolgozók a kéti iskolából kialakított varodában. Nagyjából 1 tucat férfi és nő készíti jókedvűen a szőttest két különböző teremben. Első ránézésre semmi rendkívüli nincs is a munka menetében és a csoportban. Ám ahogy többen megosztják velük az élettörténetüket, derül ki, hogy itt testileg vagy értelmileg akadályozott, vagy egészségkárosodott emberek dolgoznak serényen. Köztük többen valamilyen szerzett vagy veleszületett sérülésből adódóan rendelkeznek csökkent munkaképességgel. De vannak olyanok is, akiknek egészségkárosodása pszichiátriai vagy éppen belgyógyászati megbetegedésből adódik. Antal Gabriella is megváltozott munkaképességű. 50%-ra van leszárazékolva mozgásszervi és pszichiátriai betegségei miatt. 5 különböző végzettsége is van, a legmagasabb iskolai végzettsége informatikus mérnök. Ám elhelyezkedni egyik szakmájával sem tudott. Ezért jelentkezett a kéti céghez dolgozni. A munkát és a csapatot is szereti. Nekem nagyon jól jött ez, mert helyben van. Én 50%-ra vagyok leszázalékolva, és én Szekszárdon nagyon sok helyen kerestem állásra munkát, és telve voltak, tehát egyszerűen nem vettek föl. Igazából olyan munkát is kerestem, ami nem leszázalékolással
függ össze, de ott meg, tehát az sem. Tehát az a baj a Tolna megyében, hogy nagyon kevés a munkalehetőség. És ezt én ennek nagyon megörültem, és nagyon-nagyon meg vagyok elégedve mindennel. Először vágtuk ugye az anyagokat, akkor jött most a szövés, és hát majd később azt mondta a Molnár István úr, hogy akkor később majd a varroda, hogyha megjönne az összes varrógép, akkor majd varni fogunk. Mármint aki tud itt varni, én még nem tudok, de majd meg szeretnék tanulni, és hogyha megtanultam, akkor utána oda is beszeretnék majd dolgozni. A vállalat választása a telepvezetési fogadókészség miatt esett kétre, mondja Molnár István telephelyvezető. Egy ismerős hölgy segített itt a környéket feltérképezni. Zombán szerettünk volna eredetileg, ott nem volt olyan a fogadókészség, illetve nem volt olyan épület, amit használni tudhattunk volna erre a célra, és akkor így kerültünk át ide Kétyre. Itt nagyon-nagyon pozitív volt a polgármester részéről a fogadókészség, rögtön megmutatta ezt a volt iskolai részt, ahol láttuk azonnal, hogy valóban itt egy 20-25 személy megváltozott munkavégzőképességű személy foglalkoztatására ez alkalmassá tehető, tehát így kerültünk ide. Már a varrógépek egy része megérkezett az üzemben. Állami vállalatoknak, büntetés végrehajtási intézeti dolgozóknak egyenruhája, ezen kívül ágynemű, szőnyeg és egyéb ruhanemű készül majd el itt. A termékek egy részét nagyvállalatoknak is értékesítik. Így például a berendezési áruházaknak is adnak majd el a Kétyi intézményben készült textíliából, mondja a cég alkalmazottja. A három munkaterem lesz kialakítva. Itt most két munkateremben a dolgozókkal egy úgynevezett jolly foglalkoztatást tanítunk meg. Ez a kézi kereten történő lábtörlő készítés. Ezt általában meg szoktuk tanítani minden új telephelyünkön. A dolgozókat 4 órában foglalkoztatják a minimálbér arányos részének megfelelő összegért. Nagyon vegyes az összetétel. Foglalkoztatás szempontjából a 40%-os munkaképesség csökkenés már megfelel, tehát azokat a személyeket tudjuk. Vannak itt 80-90%-os egészségkárosodottak is. Az a nehéz nekik a megmaradt munkavégző képességünknek megfelelő feladatot, munkát találni. A 160 négyzetméteres épületet a Kétyi önkormányzat ajánlotta fel a cégnek, és tette rendbe mintegy 1,5 millió forintnyi saját forrásból. Görgyei Zoltán polgármester azt mondja, Kétyen és környékén sok megváltozott munkaképességű ember él, ezért döntöttek úgy, támogatják az üzem kialakítását. 10 éve szerintem már itt a faluba téma volt ez, hogy esetleg egy ilyen üzem létrehozása nem lehetséges-e. Akkor nem voltak meg sem a feltételek, szerintem az akkor még olyan, az el is halt az a gondolatmenet, és a tavaly nyáron keresett meg a Molnár úr, és jött a lehetőséggel, hogy esetleg itt a környéken a megváltozott munkaképességű embereknek, ha az önkormányzat biztosítani tudna egy épületet, akkor vizsgáljuk meg, hogy egy ilyen üzemnek az elindítása, a kialakítása lehetséges lehet-e. Amikor a cég képviselője megérkezett és megnézte, hogy végül is mekkora hely van és alkalmas-e, így van, akkor azt kérték csak, hogy esetleg mi tegyük alkalmassá munkavégzésre. És hát hála Istennek a testület is úgy állt a dologhoz, ahogy én, mert hogyha csak én szerettem volna, akkor az nem sok mindent ért volna, és az anyagi forrást biztosította, és így rendbe tudtuk tenni. A három munkaterem összesen 25 megváltozott munkaképességű dolgozót képes befogadni. Egyelőre nem tett be a létszám, várják a további dolgozók jelentkezését. A megújult szakképzési törvényhez valamennyi érintett iskolának alkalmazkodnia kellett. A változás szele természetesen a Tolna megyei szakképzési centrumhoz tartozó Hunyadi Mátyás vendéglátó és turisztikai technikum és szakképző iskoláját is elérték. Az intézmény megújult, korszerű képzési palettával várja a szakmát tanulni vágyó fiatalokat.
Iskolánkban a turizmus vendéglátás ágazat iránt érdeklődő fiatalokat várjuk. Az ügyesebb tanulókat a technikum kínálja a képzéseinkbe. Ilyen a turisztikai technikus, a vendégtéri szaktechnikus, a cukrász szaktechnikus és a szakács szaktechnikus. Azt kell tudni, hogy 2 évig ágazati alapoktatásban vesznek részt ezek a tanulók. Az iskolai tanműhelyekben nagyszerű mesterek segítségével sajátítják el a szakma fortéjait, illetve a nagyon jól felszerelt tantermeinkben pedig az ágazati képzéssel kapcsolatos ismereteiket mélyíthetik el. Szakirányú végzettséggel, felsőfokú végzettséggel rendelkező oktatók segítségével. A 3 éves képzéseket is indítunk az iskolánkban. Ezek a képzések a szakács, a cukrász és a pincér, vendégtéri szakember képzések, ahol tulajdonképpen ők is ágazati alapozással kezdik, csak ők 1 évet töltenek ebben a képzésben, és a technikusok is, illetve a szakképző iskolások is, a 3 évesek, az 1 év alapoktatás, illetve 2 alapoktatás után duális képzésben vesznek részt. A duális képző partner, ez éppen egy iskolánk volt tanulója. Nagyon büszkék vagyunk rá, hogy a környék legjobb vendéglátós szakemberi szintén a mi iskolákban végeztek. Tehát azt kell mondanom, hogy aki a vendéglátás, illetve a turizmus iránt érdeklődik, legjobb választásként iskolánkat jelölje meg. Véleményem szerint itt, mivel csak ezzel foglalkozunk, ezzel az ágazattal, minden adott ahhoz, hogy olyan tudással rendelkezzen, és olyan papírt kapjon a kezében, amivel nagy biztonsággal el tud helyezkedni. Ezekre a szakemberekre szükség van, csak olyan képzést indít az iskolánk, hirdet, amire ténylegesen szüksége van a vendéglátás turizmus szektornak. Azt kell tudni a képzéseinkről, mindegyire igaz, hogy az ágazati alapoktatás alatt ösztöndíjban részesül minden tanuló alanyi jogon, és a duális képzés idején pedig, hogy ez 3 év a technikumnál, illetve 2 év a szakképzőiskolánál, ott pedig már munkabért kapnak, mert hogy munkaszerződést kötnek az adott duális partnerrel a tanulók. Augusztus 1-én léphet életbe az új bortörvény, valamint az ehhez kapcsolódó kormány és miniszteri rendelet. A 2004-ben hozott szabályok már elavultak, így szükség volt a módosításra, mondta Gál Péter, az Agrárminisztérium borászati és kertészeti főosztály vezetője stábunknak. A reform célja a szőlő és borágazat hatékonyságának növelése és az adminisztratív terhek csökkentése. Ezáltal a borászok több időt fordíthatnak majd a minőségi borok elkészítésére. 10 különböző féle palackos bor sorakozik a Mészáros pincészet polcain. Egyszerre 3-4 évjárattal is jelen tudnak lenni a hazai és külföldi piacokon. Bár nagy az igény boraik iránt, az idei év őket sem kímélte. Az idei év az abban csak talán a borok minősége és a szőlő minősége volt jó, többi az nagyon nehéz volt. Mi egy átlagos évet zártunk, tehát átlagos termés átlagok voltak, mint szőlőbe, és illetve a borokba is. Minőségbe a közepesnél jobb minőséget tudtunk készíteni, nagyon szép borok is vannak a pincébe, úgyhogy várjuk az új évet, és bízunk benne, hogy vége lesz a járványnak. Nem csak a járvány és a szélsőséges időjárás, hanem a 2021-ben életbe lépő új bortörvény is kihívás elé állítja a pincészeteket.
December elején ugyanis az országgyűlés újra tárgyalta a rendeletet. A törvény módosításának célja a szőlő és borágazat hatékonyságának növelése és a papírmunka csökkentése. Igazából az lenne a lényeg, hogy az adminisztráció csökkenjen, az eddig használt, főleg papíralapú adminisztráció átalakulna online rendszerbe, bevezetésre kerülne az e-pincekönyv. Ennek főleg a hatékonyság az lenne, hogy ellenőrzéseket tudnának a hatóságok végezni hatékonyabban, illetve a statisztikai adatok, ezek is mind rendelkezésre állnának. Egy-két gombnyomás alatt meg lehetne nézni azt, hogy mennyi bor van a borvidéken, mikor kell beavatkozni. Például az idejében is volt ugye a zöld szüret a Magyarország területén. Ezeket is, hogyha tudják nézni, akkor hamarabb, eredményesebb kimutatásokat tudnak hozni. Nálunk azért már majdnem minden online működött, kivéve ezek a hivatalos részek, azok még papír alapon, de most már ezek is átalakulnak. Tehát nálunk igazából nagy változás nem lesz, mi fel vagyunk készülve, úgyhogy nálunk valószínűleg már augusztus 20-ától bevezetésre kerül az e-pincekönyv. A jelenleg hatályban lévő bortörvény 2004 óta szabályozza a borászatok működését. Az elmúlt 17 évben sok minden változott, így a már elavult szabályokat is meg kellett reformálni. Egy kutatás során kiderült, túl sok az adminisztrációval töltött idő, így elsősorban erre keresnek megoldást. Alapvetően arra törekedtünk, hogy kevesebbet kelljen úgymond papírozni. Tehát kevesebb papírra lesz szükség, és nem csak olyan értelemben, hogy elektronizáltan folyik a folyamat az eljárásnak a jövőben, hanem olyan értelemben is, hogy kevesebb hatóság bizonyítványt kelljen igényelni. Ugye a jelenlegi rendszer alapján a születet követően szőlőszármazási bizonyítványt kell kérelmezni, és kap is a gazda egy szőlőszármazási bizonyítványt. Ezt követően egy első borszármazási bizonyítványt kell kérelmezni, és ezt utána is kapja a gazda. Ezután, hogyha valami komolyabb pinceművel házasítás történik, akkor újra kell kérni egy borszármazási bizonyítványt. Ha áttárolják egy másik gazda pincébe eladja, akkor egy B-típusú borszármazásit kell. A forgalom akarja hozni, akkor egy C-típusú borszármazásit kell kérni. És mindezeken kívül a forgalomba hozatal is engedélyezési eljáráshoz kötött. Ezeket mind 60 napos határidővel kapja meg a gazda. Tehát ha ezeket szépen összeadogatjuk a napokat, hogy akkor is, ha nem 60 napra kapják meg, azért nagyon sok kérelmet kell fizikailag kitölteni, ezeket még papíron kell kitölteni, be kell menni a hegybíróhoz, alá kell írni, visszakapja nyomtatva, csak gyűlik a papír, és telik az idő az adminisztrációval. Ezzel szemben az új rendszerben ilyen jellegű hatóság bizonyítványból összesen kettő marad, egy első származási és egy végső származási bizonyítvány. Megszűnik a forgalomhozatali engedély, a nagyon fontos, hogy a szőlő származási bizonyítvány is megszűnik, de ez azt jelenti, hogy gondoljuk el, hogy annyi papírt kell kiadni szület idején a hegybíróknak, akkor ők a nyomtató mellett ülnek az irodáiban. Az új szabályozás szerint azonnal megkezdhető azoknak a boroknak a forgalmazása, amik megfelelnek az előírásoknak. Nem kell a NÉBIH engedélyére várni. A forgalomba helyezéstől számított 5 napon belül hívhatja vissza a terméket az ellenőrző szerv. Az új bortörvény a jelenleg hatályossal szemben különbséget tesz a kisüzemi és nagyüzemi bortermelők között is. Nem pont ugyanazok a szabályok lesznek érvényesek rájuk. Az elektronikus ügyintézés a kicsik számára lehetőség marad, ők intézhetik az ügyeiket az átmenet, több éves átmeneti időszakot követően is majd ügyfélszolgálat, most személyesen a hegybírónál. Viszont a nagyobbaknak egy-két éves átmeneti időszakot követően kötelező lesz minden elektronikusan intézni számítógépen keresztül, akár saját szoftverrel, akár közvetlenül az e-pincekönyv rendszerrel. Kisüzemi bortermelőnek számít az, akik 3 év átlagával legfeljebb 1000 hektoliter bort állítottak elő. Ez körülbelül 133 ezer palack. A jelenlegi tervek szerint 1000 hektoliter feletti termelésnél körülbelül másfél év múlva, a 10 000 hektoliter feletti termelésnél pedig már fél év múlva kötelező lesz az elektronikus ügyintézés. A kormányrendelet és a miniszteri rendelet tavaszra várható, amik majd az új bortörvénnyel együtt 2021. augusztus 1-ével lépnek hatályba. Újra megjelent a madárinfluenza hazánkban.
Igazolta ezt a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal is. Ennek következtében több ország is megtiltotta a baromfik és az azokból készült termékek kiszállítását. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tolna megyei elnöke szerint hatalmas kiesést jelent ez a gazdaságnak. Azonban a betegség terjedésének lassítása érdekében a lakosság is sokat tehet. Itt látszik, hogy ugye Komárom megyében ez a kettő telep. A magyarországi fertőzési gócpontokat mutatja vendég Edit, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tolna megyei elnöke. Ugyanis a napokban madárinfluenza vírus jelenlétét igazolta a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal egy baromfi telepen. Ennek következtében Dél-Korea, Hongkong, Japán, Kanada és Kína is ideiglenesen megtiltotta a Magyarországon élő baromfi és különböző baromfi termékek kiszállítását. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tolna megyei elnöke azt mondja, hatalmas anyagi kár keletkezett az állattartók és a nemzetgazdaság számára. Az érintett szárnyas tartóknak közel egy éves bevétel kieséssel kell majd számolniuk. Sajnos az idei évben is felütötte a fejét hazánkban a madárinfluenza vírus, hasonlóan, mint az elmúlt évben, szintén január hónapban és szintén Komárom megyei gazdaságokat érintően. A madárinfluenza vírus gyanúját beigazolása után a szakértők megtették a megfelelő intézkedéseket, és sajnos ebben az esetben az érintett állattartó telepeknek a teljes állatállománya megsemmisítésre került, tehát leölik az állatokat. A gazdaságok fertőtlenítésre kerülnek, emellett egy 3 kilométer sugarú körben védőkörzetet hoznak létre, és egy 10 kilométeres sugarú körben pedig megfigyelő körzetet hoznak létre. Itt a baromfitartó telepeket, minden egyes baromfitartó telepet felkeresnek a hatóságnak a szakemberei, és mintavételezik, hogy a fertőzési gócokat megtalálják, hogyha esetleg még van. Az elsődleges tünete a betegségnek, hogy az állatok kevesebb takarmányt fogyasztanak, kevesebb vizet isznak, bágyadtak, gubbasztanak, ilyen felborzolt tollakkal ülnek, és hát sajnos a végeredménye pedig az, hogy kisebb-nagyobb mértékben, de elhullás következik be. A madárinfluenza a házi és vadon élő madarakat fertőzi meg, emberre azonban nem veszélyes. Vendég Edit úgy fogalmaz, a lakosság is sokat tehet azért, hogy lassuljon a vírus terjedése. Például szárnyasokkal való érintkezés előtt és után fontos a kéz és lábbelik fertőtlenítése. Mivel Európában a vírus már a tavalyi év ősz végén felütötte a fejét, az országos főállatorvos november végén rendelte el a szárnyasoknak, a baromfiknak a kötelezően zártan történő tartását Magyarországon. Ez azért fontos, mert tudni érdemes, hogy a madárinfluenza vírust azt nem csak a fertőzött vadon élő madár, tehát a vándormadarak, hanem az űrülékük, bélsaruk, az elhullajtott tollaik, és végső esetben ugye sajnos az elhullott tetemek is terjesztik. Tehát ezért kell megelőzni azt, hogy a házi állataink, az állattartó telepeken élő szárnyas állataink találkozzanak, érintkezzenek a beteg állatokkal, vagy a fertőző ágensekkel, emiatt szükséges a zártantartás, és nagyon fontos az, és erre is érdemes odafigyelni, és nem csak az állattartó telepek, tehát nem csak a gazdálkodóknak, de akinek házilag van otthon baromfia, annak is, hogy nem csak az állatokat kell zárva tartani, hanem figyelni kell, el kell zárni az állatok tartását, kapcsolatos eszközöket, meg kell akadályozni azt, hogy a vadon élő madarak, vándormadarak a házi állatainknak, vagy az állattartó telepeken a takarmányhoz hozzáférjenek, az ivóvizet beszennyezzék, az alomanyagot beszennyezzék, mert ez mind potenciális fertőzési forrás lehet. Arra is nagyon érdemes odafigyelni, házilag is, és ugye az állattartó telepek munkavállalói részéről, hogy a higiéniai elvárásokat most sokkal jobban be kellene tartani, tehát a kézfertőtlenítésre, ruházat, cipőnek, lábbelinek a fertőtlenítésére jobban oda kell figyelni, mert sajnos egy gumicsizmával is be tudjuk vinni a fertőzést az istál. A tavalyi évben több mint 10 milliárd forint kártérítést fizetett ki a magyar állam a betegséggel érintett gazdaságoknak és gazdálkodóknak. Hozam című gazdasági magazinunkat látták, köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
A műsor támogatói: Tolna megyei szakképzési centrum, Tolna megyei kereskedelmi és iparkamara.